trófeák már itt vannak a Hungaron. Igen, mi meg kijöttünk egy kicsit körülnézni, hogy hogy épül a pálya, és nagyon fontos információkat is el fogunk mondani nektek a karszalagokkal kapcsolatban, és minden olyannal kapcsolatban, ami segít nektek eldönteni, hogy mikor érkeztek, mit csináltok. Egy picit más lesz ez a verseny, mint a többi, de azért olyan sokban nem. Karszalag szükséges, ugyanúgy, ahogy a foci Európa bajnoksághoz is szükséges volt, tehát a jegyek mellé mindenkinek kell egy karszalagot is hozni. Ezt a karszalagot két helyen lehet felvenni Budapesten, illetve egy helyen Budapesten is Fóton. A Fóti Osannál van az egyik átvevőpont, a másik pedig az Erzsébet téren van Budapesten. Ez egy szabály, és ez mindenkire vonatkozik, nagyon fontos. Külföldieknek is kell karszalag, ugyanúgy, ahogy a magyaroknak is. A másik, hogy mindenkinek személyesen kell felvenni a karszalagot. Tehát nem tudja felvenni anyuka az egész családnak a karszalagot, mindenkinek ott kell lenni személyesen. Azért kell a karszalagot más helyen átvenni, mert hogyha itt vennék át a karszalagot a bejáratnál a nézők, akkor a tömeg alakulna ki a futam előtt, hogy egyszerűen emberek nem érnének be időre. Tehát nagyon sokáig tart karszalagot felvenni, hogyha a helyszínen teszik. Egyetlen egy esetben lehet itt felvenni a karszalagot a helyszínen, hogyha valaki itt vásárolja meg a jegyet, itt van nála a védettség igazolvány, akkor itt kapja meg a karszalagot. De azért kell elmenni a belvárosba, meg a Fóti Osamba, hogy eloszoljék a tömeg, hogy ne legyen annyira leterhelve a karszalag átvevős procedúra. Remélem, ezt sikerült így elmagyaráznom. Mint látjátok, a pedok pedig épül, és teljesen olyan érzése van, mintha tényleg egy teljesen normális magyar nagydíjra jönnénk. Reméljük, hogy így is lesz. Amikor évelején gondolkodtunk azon, hogy milyen lehet az év, akkor abban reménykedtünk, hogy a nyár már teljesen szabad lesz, de azért itt ez a nagy kérdés, hogy a karszalagozással az gyakorlatilag még fennáll, és egyéb szabályokat is be kell tartani, ez mind plusz költséget von a szervezőkhöz, illetve hát nem olyan egyszerű, úgyhogy ha mérlegelni kellene, akkor az idei az nehezebb, hiszen azért várunk 50-60 ezer nézőt is, az biztos, és azért a nézők kiszolgálása, ellátása, főleg pandémiás helyzetben nyilván ez egy nagyobb kihívás. Azon kívül, hogy kell karszalag és védettségigazolvány, még két fontos információt el kell, hogy mondjak nektek, és érdemes fejben tartani. Csütörtökön nem lesz rajongói nap, tehát csütörtökön ne gyertek ide, nem tudtok találkozni a versenyzőkkel. Ez azért van, mert egész hétvégén két zónára osztják a Hungaroringet. A vörös zónára, ami a pálya, a pedok, ahol a versenyzők lesznek, és a zöld zónára, ahol a rajongók ti lesztek, és a nézők. A kettő nem keveredhet, nincs átjárás, a versenyzők nem fognak átfutni a színpadra a rajongói zónában, nem lesz ilyen jellegű rendezvény. A másik pedig, amikor vége van a futamnak, akkor sem futhattok be a pályára, és állhattok oda a tribűn elé a díjkiosztás alatt, mert hogy oda se fognak beengedni. Ez a két dolog, ami még nem lesz olyan, mintha minden normális lenne a világban, de ezen kívül ígérem, hogy minden ugyanolyan lesz, mint két évvel ezelőtt volt. Remélem, hogy a verseny egy picivel izgalmasabb lesz, mint két évvel ezelőtt volt. Ez volt a villám bejelentkezésünk innen a Hungaroringről. Készüljetek, gondoljátok át, hogy veszitek át a karszalagot, mit csináltok a hétvégén, mi lesz a program. Szuper lesz, itt találkozunk!